Békesség néktek! Isten igéjét János evangélium a 17. fejezetéből fogom olvasni, a 20. versből. János evangélium a 17. fejezetének a 20. versét olvassuk el felállva. János evangélium a 17. rész 20. versét olvasom, amely így hangzik. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, háladással magasztalunk téged, kijelentett igazságodért, és add Uram, hogy ez a kijelentett igazság a te szellemed által életté váljon ma bennünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon szeretem a János evangéliumát is, meg az egész Bibliát, de különösképpen a 17. fejezetet, ahol az Úr Jézus imádkozik. Isten egy kicsit félre húzza a függönyt, és belelátunk az Úr Jézusnak az ima életébe, az ima harcába, és az ima témáiba, és az imádkozási szokásába. Miért imádkozik? Hogyan imádkozik? Még erre is kérdést kapunk. Testvérek, mi úgy szoktunk imádkozni, mert ezt szépen megtanították nekünk, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és becsukjuk a szemünket. Az egész Bibliában sehol, soha senki nem imádkozik így, hogy becsukja a szemét, és összekulcsolja a kezét. Senki. De mi így szoktuk meg, nekünk így kell imádkozni. Egyébként nincs ezzel baj. Az Úr Jézus úgy imádkozik, hogy a mennybe felemelte a szemeit. Tehát így imádkozott az Úr. Nem olvasunk, hogy letérdelt volna, vagy felemelte volna a kezét. Máshol olvassuk, hogy a hívők letérdepeltek Pál apostol a tengerparton, vagy felemelik a kezüket, Salamon király a kettőt kombinálta, letérdelt és felemelte a kezét. Illés a térde közé hajtotta a fejét, mások leborultak, mint ahogy a muzulmánokat szoktuk látni, hogy leborulnak. Az Úr Jézus az égre emeli a tekintetét, mi pedig összekulcsoljuk a kezünket és lehúnyjuk a szemünket. Nem az a lényeg, hogy külsőleg hogyan imádkozol, hanem az a lényeg, hogy belsőleg hogyan imádkozol. Az ige megjegyzi ezeket, a formákat egyébként, ez sem véletlen, de a lényeg az az, hogy milyen a mélysége az imádságodnak, és erre majd még hamarosan vissza fogunk térni. Miért olvasom én pünköskor azt, hogy az Úr Jézus azokért imádkozik, akik majd az apostolok szavára fognak megtérni? Azért imádkozok, azért beszélek erről, mert amikor az Úr Jézus ezt kéri, akkor a pünkösdért imádkozik, többek között. Majd lesznek olyanok, akik az ő szavukra megtérnek. És én azokért is imádkozom, Uram. Az Úr Jézus a pünkösdért imádkozik, a pünkösdi megtérőkért imádkozik ebben az imádkozásában, a főpapi imájában. És mivel pünkös óta ugyanaz az evangélium terjed hitből hitbe, kedves testvérem, ezért érted is imádkozott az Úr Jézus, amikor ezeket a sorokat elmondta, elimádkozta. Te érted is, aki az apostolok bizonyságtétele által megtért emberek bizonyságtétele által megtértél. Mert hitből hitbe megy 2000 év óta az evangélium. Sőt, az Úr Jézus imádkozik a mi missziónkért is, testvérek. Azokért imádkozott az atyához, akik majd arra fognak megtérni, hogy mi teszünk nekik bizonyságot, mi hirdetjük nekik a kegyelemnek az igéjét. Nagyon-nagyon fontos ez. Az atya meghallgatja az Úr Jézust. Az ő imádságára felel. Nem fogja azt mondani, hogy ó, fiam, most ezzel nem foglalkozok. Vagy már olyan sokan megtértek. Az atya felel Jézus imádságára. Amikor pünkösdért imádkozott, amikor érted imádkozott, amíg nem voltál hívő, és amikor azokért imádkozik, akik rajtad keresztül fognak megtérni. Nem vagyunk egyedül a missziói mezőn.
hanem az Úr Jézusnak az imádsága, és Isten ima meghallgató kegyelmessége munkálkodik. Az imádság egy rettenetesen hatékony fegyver a hívőnek a kezében. Nagy ereje van az igaz ember buzgó imádságának. Érdekes, hogy a hívők sokkal többet aggodalmaskodnak, mint amennyit imádkoznának. Az aggodalmaskodás nem gyengeség, hanem bűn. Engedetlenség, bűn. Azt mondja, helyette imádkozzál. Mi meg imádság helyett szoktunk aggodalmaskodni. Mintha egyébként erősebb lenne az aggodalmaskodás. Azzal aztán sokra megyünk, igaz? Termetünket akár egy arasszal is megnövelhetjük. Vagy a hajunk szálát megváltoztathatjuk fehérből feketévé. Az aggodalmaskodás jó fegyver, igaz? Az imádság a jó fegyver. Csak mivel nem hiszünk abban eléggé, hogy Isten meghallgatja, minden imádságot meghallgat Isten. Kivétel nélkül az összeset, mindegyiket. Sőt, nagyon kihegyezi a fülét, amikor imádkozol. És mindenre van válasz és megoldás. Vagy így, vagy úgy, vagy előbb, vagy később. Szóval az Úr Jézus imádkozik. Nem csak a földi életében imádkozik Jézus. Most elindulunk ilyen lépésenként, és el fogunk jutni a mi imádságainkhoz, de nézzük most először azt, hogy nem csak a földi életében imádkozik Jézus. Nem csak akkor, amikor a János 17. fejezetét elimádkozta, hanem imádkozik azóta folyamatosan. A Róma 8.34 mondja el azt, kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, és esedezik is érettünk. Az Úr Jézusnak a munkája, testvérek, most ezekben a napokban, meg mióta fölvitetett az Atya jobbjára, az, hogy imádkozzon. Aki a legjobban tud imádkozni, akire a legjobban hallgat Isten, akit a legjobban szeret Isten az Atya hallgatni, az folyamatosan imádkozik, ez az ő munkája, ez az ő dolga. Érettünk jár közben az Úr Jézus. Emlékszem, egy pár héttel ezelőtt jártam úgy, hogy már úgy kiürült a gondolatom, hogy miért imádkozzak. Annyi mindent elmondtam Istennek, és úgy éreztem, hogy vége, nem tudom folytatni az imádságot, és akkor csak annyit mondtam Istennek, hogy Atyám, most arra figyelj, amit az Úr Jézus imádkozik, értem. Most azt vedd figyelembe. Én már most nem tudok tovább imádkozni. Elfáradtam, kiürültem, érzem, hogy még kellene tovább menni, de nem tudom, gyenge vagyok most. A fiúra figyelj, aki értem, most közben jár nálad. Ez volt az imádság. Aztán nem csak az Úr Jézus imádkozik értünk, hanem a Szent Szellem is imádkozik értünk. Itt a Róma 8-ban olvassuk azt is, 26. versben, hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Isten nagyon jól tudja, hogy erőtlenek vagyunk. Nagyon jól tisztában van ezzel. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik, mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Isten szelleme is állandóan imádkozik. Természetesen a Jézus Krisztusban való szellem a Szent Szellem. Tehát imádkoznak az Atyához. Harcolnak, tusakodnak értünk. De nem csak értünk, testvérek, hanem bennünk. Bennünk. Ez egy nagyon nagy titok. Mert mi mondhatjuk azt, hogy hát Uram, már kifogytam az imádságból, hallgass a te fiadra, Lajos testvér is arról prédikált, úgyhogy most már ez ezentúl így lesz. Meg mondhatjuk azt, hogy hát meg van írva az igében, hogy nem tudunk úgy imádkozni, hogy kéne, erőtlenek vagyunk, de maga a lélek, a szellem imádkozik értünk, hát Atyám, hallgass meg a fiúnak az imádságát, a Szent Szellem imádságát. Na te testvérek, a Szent Szellem meg bennünk van. Ez egy óriási dolog, hogy mi bennünk imádkozik a Szent Szellem. Mi bennünk. János 14-16-17-ben az Úr Jézus úgy tanít, és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem is ismeri őt,
de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nálatok lakik, és bennetek marad. És egyszerűen csak meg kell keressük a Szent Szellemnek a hangját. Ezért elfogadhatatlan, ha valaki azt mondja, én nem tudok imádkozni. Akkor te nem vagy hívő. Nincs benned a Szent Szellem, ha nem tudsz imádkozni. Ha benned van a Szent Szellem, akkor hallgass csak, hogy mit imádkozik. És mondd utána. Mondd utána. Mindenkor imádkozzatok a Szent Szellem által. Minden hívő tud imádkozni. Aki nem tud imádkozni, az abban nem lakik. Nincs benne az Isten Szelleme. És odafigyelek arra, Uram, mit szeretnél, hogy imádkozzak? Hogyan kell most ebben a helyzetben imádkozzak? És biztos vagyok, hogy amikor én abba hagytam az imádságot, és áthárítottam az Úr Jézusra a felelősséget, akkor én nagyon boldog voltam. És az Isten Szellemétől volt. Most az Úr Jézus kell imádkozzon, nem tudom, mit imádkozott értem. De boldog voltam. De ha mindig így leráznám ezt a dolgot, akkor megoldanám Isten Szellemét. Múltkor nagy élményem volt az, mert Isten felel az imádságainkra, és valamikor nagy dolgok történnek, valamikor csak apró lépések. És egy ilyen apró lépésről hagyd egy bizonyságot, mikor Isten Szelleme felindított valakiért imádkozni, és mélyen tudtam érte imádkozni, éreztem, hogy szánt az ekém. Hogy ez nem csak egy szó, beszéd, hanem itt munka zajlik. Az imádság az egy munka. És jó volt hordozni a testvérnek a terhét. És ahogy abba hagytam az imádságot, 2 perc múlva csörög a telefon, és egy bizonyos dologban ez a testvér, akiért imádkoztam, segítséget kért egy élethelyzetben. Mondtam is neki, testvér, épp most imádkoztam, érted? Azt hittem, kiugrik a szívem a helyéből, olyan buzgó tudtam lenni. Isten Szellem úgy felindított, hogy családodért, érted, imádkozzak, te meg most hívsz, nagyon örömmel segítek, és próbálok eljárni ebben a dologban, amire kérsz. Bennünk imádkozik Isten Szelleme. Ezért tudunk imádkozni. Általunk is imádkozik. Na, eljutottunk 7 lépésben most, ha számolták a testvérek, 7-et léptem onnan, hogy Jézus itt imádkozik. 7 lépésben eljutottunk odáig, hogy mi is imádkozunk. A Szent Szellem által. Jézus Krisztussal együtt imádkozunk. Ugyanazokat mondjuk el. Mélysége van ennek, és tartalma van. És a Szent Szellemnek a munkája ilyen lépésekből tevődik össze. Mint hogy mi is lépkedünk a lábainkkal. És az egy érdekes, összetett folyamat, ugye nem úgy születünk, hogy tudunk járni, azt meg kell tanulni, nem is olyan egyszerű dolog, hogy tulajdonképpen elveszítjük mindig az egyensúlyunkat lépésnél, és eldőlünk, és a másik lábunkkal kitámasztunk. És aztán megint felemeljük a másik, az előző lábunkat, és megint elvesztjük az egyensúlyunkat, és megint elkezdünk dőlni, de az a lábunk megint kitámaszt, és megint átveszi a testnek a súlyát és a súlypontot, és aztán így bicegünk valahogy ki így, ki úgy előre. Bal láb, jobb láb, bal láb, jobb láb. Az Isten Szellemének a munkája is egy ilyen lépéssorozatból áll, testvérek. És azt lehet megfigyelni, hogy mindig van egy feltöltekezés az Úr szolgáinak és népének az életében, és azután pedig mindig van egy kitöltekezés. Feltöltekezés és egy kitöltekezés. Egy kitöltés. Bal láb, jobb láb. Bal láb, jobb láb. Hát mi jobb lábasok vagyunk általában, mi szeretnénk mindig jobb lábbal menni. Mindig ki legyen töltve valami, mindig legyen pünkösd, mindig legyen csodás megtapasztalás, mindig legyen forrongó a légkör. De ez náluk se így kezdődött. Az Úr Jézus, tudjátok, hogy 30 évig élt olyan élethelyzetben, amikor betöltekezett. Honnan tudja ez az írásokat, hogy ott nem is ismeri? Hát Jézus nem onnan tudta az írásokat, hogy Istentől megkérdezte, Uram, tápláld már be a processzoromba a mennyei kijelentéseket és a Bibliát, hogy hadd emlékezzek már úgy is, hogy nem tanultam. Nem. Hanem az Úr Jézus kérdéseket tett fel a tanítóknak, a professzoroknak. Ebbe megint belepillantást ad nekünk, amikor 12 évesen ott látjuk az Úr Jézust a templomban. Kérdez, 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 kérdez. Míg a többiek fociztak, vagy hógolyóztak, az Úr Jézus kérdéseket tett fel Názáreti zsinagógában a vezetőknek,
a jeruzsálemi templomban a vezetőknek, az édesapjának, az édesanyjának, amit tudott, mind hívta le, és egyszerűen magát kiképezte Isten igényéből. Tudta ezeket? Vagy hozzájutott tekercsekhez? Olvasta? Beszerezte ezeket? Töltekezett fel, testvérek, az Úr Jézus? És akkor jött, amikor a Szent Szellem kitöltetett rá, akkor utána jött, hogy amit 30 évig magába szívott az Úr Jézus Istentől, az 3,5 év alatt mindet kipréselte magából, és mindet átadta. Ez volt az ő élete is. Feltöltekezés, kitöltekezés. Ugyanígy jártak az apostolok. Elhívta az apostolokat, és 3,5 éven keresztül, testvérek, tanította őket. Egy tanítást elmondott többször. Ezért van a Szentírásban az, hogy máshogy adja vissza az egyik evangélium írója, meg a másik evangélium írója. Más volt a személyiségük, más dologra figyeltek. János és Máté hívőknek írt. Lukács és Márk hitetleneknek írt. Más dolgokat szedtek össze, máshogy szedték össze a dolgokat. Jézus elmondta azt a tanítást többször. Egyik evangéliumban olvassuk, amikor bemegy Jerikóba, akkor gyógyítja meg a vakot. A másikban, amikor kijön, akkor gyógyítja meg. Ezt némelyek ellenmondásnak tartják, de egyáltalán nem erről volt szó, hanem voltak vakok Jerikó bejáratánál, és voltak a kijáratánál is vakok. És itt is gyógyított, és ott is gyógyított. Az egyik ezt tartotta fontosnak, valamiért a másik azt tartotta fontosnak. Töltötte őket az Úr Jézus, töltötte az életüket. Mennyi mindenről beszélgethettek, éjszakánként, hajóban utazva, gyalogosan utazva. Mennyi mindent kérdezgethettek tőle, nagyon sokat tudunk, és nagyon sok mindent nem. És feltöltekeztek ismerettel, mikor feltámadt az Úr Jézus, kinyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és ez az egész ott volt bennük, ez az ismeret, ez a tapasztalás, és amikor jött a pünkösd, akkor az egész pedig kijött belőlük. És elkezdtek szolgálni, elkezdtek bölcsek lenni, azokon is csodálkoztak. Ezek írás tudatlan emberek. Honnan ismerik ezek így? Hogy mernek ilyen bátran szólni? Valamit összegyűjtöttek, és valami kiárat belőlük. Ilyen, testvérek, az első gyülekezetnek az élete. Megtértek 3000-en, majd megtértek 5000-en, ez csak a férfiaknak a száma, és napról napra szaporodott a hívőknek a száma, és jó volt együtt lenni, együtt úrvacsoráztak, közösségbe voltak, találkoztak egymással, imádkoztak, hallgatták az apostolokat, volt egy gyülekezeti élet, volt egy áldás, töltekeztek, és egyszer csak jött egy üldözés, és szétszóródtak a környéken, és akkor volt mindaz, amit beszívtak magukban abba a pár hónapba, az kijött belőlük, és alakultak meg sorban a gyülekezetek, és volt egy különleges gyülekezet Antiókiában, ahol nem zsidók tértek meg, a világon először gyülekezetet alkottak a nem zsidók, és onnantól elkezdett az egész világra, így jutott el hozzánk, magyarokhoz is az evangélium, meg Indiába, meg sok helyre, ő elkezdték vinni a pogányoknak az evangéliumot. Amit összegyűjtöttek az elején, a maguk zsidó ismeretével, ami nagyon helyes volt, ószövetségi ismeretével, Isten hitével, abba feltöltekeztek, és volt egy fordulat, akkor egy üldözés volt, és ami beléjük lett töltve, azt ők aztán kitöltötték. Ilyen a mi életünk is, testvérek. Bal láb, jobb láb, bal láb, jobb láb. Betöltekezünk, töltekezünk, személyes életünk is ilyen, közösségi életünk is ilyen, és azután pedig kiadjuk magunkból. Ismerős tapasztaljuk azt, hogy évek telnek el, hogy nincs például megtérő a gyülekezetünk környezetébe. Semmi baj. Nincs bemerítkezés. Semmi probléma. Amíg töltekezel. Amíg gazdagod szellemben. Amíg erősöd szellemben. Addig nincs ezzel semmi gond. Ne félj, hogyha csak töltöd, egyszer ki fog folyni. Egészen biztos. Amikor kifolyik, akkor lesznek megtérők. Akkor lesznek bemerítkezők. Akkor lesznek új emberek. Ez egy természetes folyamat. Semmi probléma, ha töltődsz. Érzed, tudod-e azt, hogy töltődsz? Amikor Isten táplál, amikor Isten munkál, amikor egy csendesebb időszak van.
Kicsit becsapós az, hogy emberi mértékkel mérve mi tudjuk elmondani, hány missziós alkalmunk volt, hányan látogatták a gyülekezetet, hány embernek tettünk bizonyságot, hányat lelki gondozunk, mennyi bemerítkezőnk volt, mennyi megtérőnk volt, ezeket le lehet írni papírra. De az, hogy mennyit épült egy hívő az elmúlt fél évben, egy évben szellemileg, ezt nem lehet leírni papírra. De hogyha érzed, tudod azt, hogy Isten épít, akkor nincsen semmi gond. Isten szellemének az egyik legfontosabb munkája, testvérek, akkor van, amikor a bal lábadon vagy. Amikor gyarapodsz, amikor gyűjtesz. Nagyon fontos időszak. Jézus 30 éve. A tanítványok 3,5 éve. A jeruzsálemi gyülekezet megerősödése. Nagyon fontos időszak. Mert abból táplálkozik azután majd a többi. Mikor már Antiókiában kezdték jól érezni magukat, öten voltak tanítók, abból Pál és Barnabás, ugye a kettő zsidó, a többi pedig a pogány. És már kezdték jól érezni magukat, és jól ment a szekér, és a gyülekezet gyarapodott, és jó együttműködés volt, akkor mondta azt, hogy na küldjétek el nekem Pált és Barnabást. Ha jól megy egy gyülekezetnek a dolga, akkor azt Isten meg szokta bolygatni. Kitöltetéssel, továbbfejlődéssel. Nagyon fontos. Erre a ballábas időszakra, a gyűjtésnek, a betöltekezésnek az időszakára kell, hogy az egyik legjellemzőbb legyen közösségi szinten, gyülekezeti szinten, személyes szinten a szentség. A szentség. Kimondhatatlanul fontos, testvérek. A Szent Szellemnek nagyon sokféle munkája van. Jézus azt mondja, vesztek erőt, miután eljön reátok a Szent Szellem. De tudjuk a Szentírásból, hogy Isten olyan neveket adott embereknek, különösen az Ószövetségre, de az újra is igaz. Te vagy Simon, de téged most már Péternek fognak hívni, mert erre a kősziklára építem fel az én egyházamat. Megváltoztatta a nevét. Léviből Máté lett, tehát arra a személyre jellemző neveket kaptak. A Szent Szellem az azért Szent Szellem, mert a legfontosabb munkája a szentség. Lehetne erőszellemnek is nevezni. Vagy lehetne gyógyító szellemnek is nevezni. Vagy lehetne áldáshozó szellemnek is nevezni, de nem. Isten azt mondta, a te neved Szent Szellem lesz. Mert a legfontosabb tulajdonsága és munkája a szentség. Betegek is gyógyulhatnak a Szent Szellem által, ma is, természetesen. De ezt egy kórházba is megcsinálják. Amit annak idején csak az apostolok vagy Jézus tudott elintézni, azt ma megoldják neked egy kórházba. Gyógyszerrel vagy műtéttel, hip-hop. Az, hogy valakinek jó módja legyen, anyagi áldásokban legyen része, a Szent Szellem elvégzi, ma is munkálkodik. De egy nyitott sikeres vállalkozást azt elintézheted magadnak is. Az, hogy szent legyél, az senki más nem fogja neked biztosítani. Senki nem, semmilyen vallás, semmilyen ember, semmilyen neveltetés, semmilyen önuralom. Csak és kizárólag a Szent Szellem tud téged szentté tenni. Ez a legfontosabb munkája. Ez történik, amikor a bal lábunkon vagyunk. Növekedünk a szentségben. És azután majd az ki fog áradni, és tovább megy. Én úgy hiszem, testvérek, hogy most az Isten népe életében egy feltöltekező időszak van, és nem pedig egy kitöltés időszaka van. A világon vannak olyan helyek, ahol nagyon sokan megtérnek, különösen ahol üldözések vannak. Mindig ott vannak a jó dolgok, ahol üldözések vannak egyébként. A szellemi megmozdulások ott vannak. Itt most mi egy kényelmesebb életet élünk, a gyűjtésnek az időszaka van. És mi kell, hogy gyűjtsük, amit Isten szelleme munkál közöttünk, bennünk, általunk szentséget, jó igehirdetéseket, jó újságcikkeket, többfajta bibliafordítást. Mi kell, hogy ezeket vegyük magunkba, és amikor elér egy határt ez, jön egy fordulat, üldözés vagy ébredés, és akkor, ami bennünk van, az ki fog jönni belőlünk. Amit most összegyűjtöttél, a kiáradásnál az fog belőled kijönni.
Ha semmit nem gyűjtöttél, akkor egy nagy semmi fog belőled kijönni. Ha szemetet gyűjtöttél, a szemét fog belőled kijönni. És ha a Szent Szellemnek a munkáját gyűjtötted, a Szent Szellem munkája fog belőled kijönni, amikor Isten kinyitja a külvilágnak a szemét, meg a szívét. Hogy haladunk előre ebben az egyház történeti korban, lépésről lépésre, betöltekezés, kitöltekezés, haladás, azt látjuk, testvérek, hogy egyre nehezebb haladni. Egyre nehezebb. Ez azért van, mert pünköskor elindult az egyháznak az élete egy síkságon, egy síkterepen. És ahogy haladunk előre, testvérek, egyre magasabb hegyeket kell, hogy megmásszunk. Mint egy sinuszgörbe. Ahogy telik az idő, annál meredekebb hegyekhez érkezünk. Ezt mondja nekünk Isten igéje, 2 Timóteus 3.1-ben mondja Pál apostol, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Minél inkább telik az idő, annál nehezebb. Nem olyan a mai fiatalok élete, nem olyan volt, mint az Ági néni fiatalkorában. Sokkal rosszabb ma a szellemi közeg. És amikor Ági néninek a szülei, meg a nagyszülei éltek, akkor sokkal könnyebb volt hívőnek lenni. Sokkal. Összesen lehet hasonlítani. És ez mind csak meredekebb, meredekebb, meredekebb. Ezért kell nagyon imádkozni a fiataljainkért, a gyermekeinkért, mert nehezebb dolguk van, mint nekünk. Nehezebb. Démonizáltabb. Rosszabb a helyzet. És ott 2 Timóteus 3-ban elkezdi mondani azt Pál apostol, hogy milyenek lesznek az emberek, és valaki erre azt mondta, hogy mindig ilyenek voltak. Egyre inkább olyanok lesznek. Ha voltak pénzszeretők, még most sokkal jobban szeretik a pénzt. Ha ti szüleiknek nem voltak engedelmesek, most 10-szer engedetlenebbek a szüleiknek. Ha voltak férfi szeplősítők, most 10-szer férfi szeplősítőbbek, és 10-szer annyian vannak. És 10-szer nagyobb a kísértés. Ezért nem mindegy, hogy mit veszünk be Isten szellemétől. De azért annyit hadd mondjak el, hogy olyan ez, mint amikor gyerekkoromban elmentünk a lakótelepen a 10 emeletes házban lakó barátainkhoz. Nekem volt egy barátom, a 8. emeleten lakott. Minden nap találkoztunk. Együtt tanultunk, meg együtt játszottunk, meg butáskodtunk. És amikor elromlott a lift, akkor én gyalog kellett felmenjek a 8. emeletre. És ezek a betonházak, ezek pont ugyanúgy néztek ki. A 2. emelet, meg a 3. emelet, csak a névtábla volt. Más itt kisék laktak ott, meg nagyék. De egyébként mentem fel, már nem is figyeltem, hanyadikon vagyok, lógott a nyelvem. Hát még ez mindig nem a 8. Hát hol van már kiírva az én barátomnak a neve? És csak haladtam, és megint egy lépcsőforduló, ugye fél emeletenként lépcsőforduló, megint egy lépcső, 16 lépcsőfordulót kellett megmásszak, még mindig egy. És fárasztó volt, és unalmas volt, csak közben az történt, hogy a földszintről elértem a 2., a 4., 6., meg a 8. A szeghalmi gyülekezet soha nem volt olyan épp, olyan áldott, mint most. Mert akik elkezdtek a szeghalmiak közül bemenni a mennybe, nem tudom én, 1000 évvel ezelőtt, vagy mi volt itt régen, az evangéliumnak az útja, Isten igének az útja, Isten népének a múltja, azok mind csak gyarapodnak, tudjátok? Megint meghal egy hívő, megint bekerül a mennybe. Maga honnan jött? Én szeghalomról. Na, jöjjön a szeghalmi hívőknek a frakciójába. Mi csak azt látjuk, mi van itt. Most kevesen vagyunk, vagy öregek vagyunk, vagy kevés a pénzünk, vagy nincs megtérünk, vagy panaszkodunk, hogy mivé lesz a gyülekezet. De mennyei szempontból a gyülekezet csak gyarapodik. Semmi nem veszett el, testvérek. Ami az elmúlt 1000 években ide betettek a hívők. Ha te bedobsz egy 1000 forintot a persejbe, levágod a füvet, a te munkád az Úrban nem hiába való. Mind beépül, mennyei kincsé lesz. Gyülekezeti szempontból lehet azt mondani, hogy lefele megyünk, meg régebben jobb volt, meg most rosszabb, meg ma jövőre megint jobb lesz, de mennyei szempontból mind csak gyarapszik. Amit te hozzáteszel, az is ott van. Haladunk, testvérek! Nehéz! De mind épül be. És Istennél ez az egész szépen alakul, és azt mondja egy napon az Úr, elérkezett a nap. Befejezték a munkát, amit rájuk bíztam. Elkészült a mennyasszony, felékesítette magát. És én most magamhoz fogom venni. Nem hiába való munka, amit te tettél. Arra hadd hívjam fel a figyelmet még,
Hogy így lépésről lépésre haladunk. Isten szelleme munkálkodik, áldások, karizmák, kegyelemnek a kiáradása, ébredések, megtérések által, belső szentség által. Ezen az úton el lehet tévedni. És két irányba lehet olykor menni. Talán többször találkozunk életünk során ilyen utalágazásokkal. És van egy olyan utalágazás, amit úgy nevez itt a 2 Timóteus 3-ban, az 5. versben Pál apostol, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. A téveigés, a tisztátalanság. Nem csak azért nehéz felfele menjünk, mert több a világi kísértés, hanem azért is, mert több az istentelenség, a kegyességnek a látszata, a hamis vallásosság. Mindenféle kegyességi hőmérsékleten megjelenik, az ultrakarizmatikustól az ultraantikarizmatikusig mindenféle közösségben megjelennek téveigések. Hamisítványok, folytatja az apostol 2 Timóteus 3.13-ban. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban. Nem állnak meg a folyamatok. A szellemi folyamatok mindig kiteljesednek. Ha mínusz, akkor Isten megszorozza. Ha plusz, akkor Isten megszorozza. A szellemi folyamatok rossz értelemben is kiteljesednek, és jó értelemben is kiteljesednek. És a gonoszság is növekedik. Eltéveítvén és eltévejedvén. Eltévedt, és maga után vonz másokat is. Ezek sokan vannak. Jézus azt mondja a Máté 24.11-ben, sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ahogy jönnek az utolsó idők, ezek a sokak, ezek még többen lesznek. Testvérek, az egész világ vallásos lesz. Egy világvallásról hallottatok már? Ezé a jövő, az egy világvallásé. A pápa a zászlóvivője ennek. A fő. A vallásokat is, és a keresztény vallásokat is egyesítsük. Egy világvallás. És aki minket fog, igazi hívőket öldökölni, az teljesen meg lesz róla győződve, hogy ő Isten tiszteletet fog cselekedni. Nem a ateizmussal van itt a probléma. Az ateizmus a gyenge ellenfél. Mindenki hívő lesz. De csak külsőre. Jézus ezért haragszik a farizeusokra, és ezért ítéli meg őket. Kívülről rendbe vagytok. Olyan dolgokat csináltok, le a kalappal. Még meg is dicséri őket. Az Úr Jézus azt mondja, így kell csinálni. Amit csinálnak. Tizedet fizetni, meg imádkozni, meg stb. Csak ne azzal a lelkülettel csináljátok, ahogy ők. De azt, amit csinálnak, azt csinálják. Amit mondanak, az jó. Csak amit csinálnak, az nem a jó. Ami a színfalak mögött zajlik, aki közületek nem bűnös, tehát nem feküdt le még parázna nővel, az megkövezheti ezt az asszonyt. Hát egyik sem merte, hát mindegyik parázna volt. Csak úgy adták elő magukat, hogy mi vagyunk a szentek. Ezzel van a baj, testvérek. Mindegy az, hogy milyen színezetű az a vallás, hogy mi a neve, hogy van lelkipásztor, vagy nincs, hogy kötnek nyakkendőt, vagy nem kötnek, hogy táncolnak, vagy pedig zsoltárokat énekelnek, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a kamerák előtt megy a jól fésült kereszténység, a háttérben pedig nincs szent. Csak szellem van, de az nem szent szellem. A kegyességnek is van ereje. Van látszatja is, valakik csak azt tartják meg, de a másik irány, a helyes irány, az a kegyességnek az ereje. A kegyességnek ereje van, testvérek. Sógoromhoz ment oda egy kollégája egyszer, évekkel ezelőtt. Gyurikám, át kell ad a szíved Jézusnak, tudod, ő érted, meghalt, eljött a kereszten, feltámadt, és ő új életet akar neked adni. És akkor sógorom, így néztem még, akkor még annyira se volt közel Istenhez, mint most. Azt mondja, jobb, ha elhallgatsz. Mert itt, mint kollega, látom, hogy mit kell csinálsz napról napra. Úgyhogy nekem te ne beszéljél a Jézusodról. A feleségem, az hívő, annak elhiszem. Azt is látom minden nap, meg téged is. Itt van egy dumagép, árad ki a szádról a kegyes szólam, de az életedre rálátok, hát együtt dolgozunk.
A feleségem az hívő, de te nem vagy hívő. Nekem te ne beszélj. Bölcs volt a sógorom. Látszik az, hogy hogyan beszélsz. Mi van a szavaid mögött? Mekkora az aranyfedezet? Van-e mögötte valamilyen szentség? Van-e mögötte Szent Szellem? A kegyességnek az eleje. A kegyességnek az egyik legjellemzőbb vonása, és itt szeretnék visszakanyarodni az Úr Jézus imádságához, hiszen onnan indultunk el, és mindig oda kell visszaérkezzünk. Most ez a témánk. A kegyességnek, a kegyesség erejének az egyik legmarkánsabb, legerősebb jellemvonása az egység. Egység. Mi szoktunk úgy imádkozni, hogy Uram, imádkozom a kisékért, meg imádkozom a Simcsikékért is, meg imádkozom a Micskéjékért, meg a Gálékért is. És Isten hallgatja, és azt mondja, és miért imádkozol? Hát Uram, imádkozom értük. De miért? Az Úr Jézus nem csak annyit mondott, hogy nem csak érettük imádkozom, hanem azokért is, akik majd az ő szavukra hinni fognak benned. Vagy bennem. Nem ez volt az imádsága, hanem folytatja. Sőt, amikor imádkozik először a tanítványaiért, és ez a 20. vers, amit felolvastam, úgy kezdődik, hogy de nem csak ő érettük imádkozok. Tehát már Jézus, olvassuk majd el a korábbi verseket, imádkozott a tanítványaiért, és azután imádkozik azokért, akik majd erre térnek meg. Mind a két esetben van Jézusnak egy nagyon körülhatárolható, erőteljes üzenete, kérése az Atya felé az imádsággal kapcsolatban, az ő személyükkel kapcsolatban, és ez az egység. Így olvassuk ezt a 17.22.23. versben. János 17.22.23. Én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek. Azért adtam nekik, hogy egyek legyenek. Amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek. Ezt kérte Jézus, akit az Atya meghallgat. Ez így lesz, testvérek. Már alakul ez, de egyre inkább így lesz. Nem csak a gonoszság növekedik, hanem ennek a beteljesedése is növekedik. A hívők egységesek lesznek. És ennek van egy kimenetele is. Hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amint engem szerettél. Most csak kitérek rá, biztos, hogy fogok még erről beszélni. Nagyon-nagyon fontos ennek az imádságnak a vége. Hogy megtudja a világ, hogy úgy szereted őket, ahogy engem. Téged, drága újjászületett testvérem, úgy szeret Isten, mint Jézust. Pontosan úgy. Ezt innen tudjuk. Isten úgy szeret téged, mint Jézust. Elképesztő kegyelem. Hogy mer Isten ilyet csinálni? Hogy engem úgy szeret, mint Jézus. Óriási nagy kegyelem. És azt mondja, hogy Atyám, add, hogy tökéletesen egyé legyenek. Hogy megismerje a világ, hogy te elküldtél engem. Testvérek, vannak olyan gyülekezetek, de mindannyian hajlamosak vagyunk erre, hogy tekerjük a missziót. Csináljuk, bizonyságot teszünk, Bibliát nyomtatunk, Bibliát adunk a kézbe, evangelizációt szervezünk, hivogatunk embereket, koptatjuk a nyelvünket, megyünk az emberek után, megragadjuk a ruhájukat. Talán Spurgeonről olvastam, nem, Moody volt az. Egy kislánynak bizonyságot tett. A kislány elszaladt. Moody ment a kislány után. A kislány bement egy házba. Moody beszaladt a házba. A kislány bement az ágy alá. Moody lehajolt és bekiabálta. Isten szeret téged és meg akar téged menteni. Milyen Moodyk vagyunk, testvérek, mint a gőzmozdony. Misszió, misszió, misszió. Nem jól csináljuk. Nem jól csináljuk. Egység. A misszió kulcsa az egység. Amikor a hívők egyek, az emberek azt fogják mondani, na nekünk ez nincs meg. Nézzétek meg a politikát. Ez legyen a kormány, ez legyen a miniszterelnök, ez jó csinálja, Európát jó vezeti, meg a világot, meg Amerikát, meg fúj Trump, meg éljen Trump, meg... Nem tanultak 6000 év eseményeiből. Nincs megoldás. Nincs megoldás. Nem is lesz megoldás. Soha nem is volt. Korrupció, bűnözés,
lefizetések, sikkasztások, paráznaság, hazugságok, egymás gyalázása, ez ment, ez megy, és ez fog menni. És amikor a hívők egyek, tökéletesen egyek, azt fogják mondani az emberek, mi látjuk ezekről, hogy ezeknek van egy miniszterelnökük, egy királyuk, és rászavaztak. Akkor fognak az emberek megtérni, testvérek. Akkor fognak az emberek. Nem a missziót kell tekerni, az egységet kell tekerni. Az egységet kell tekerni. Azért kell munkálkodni, hogy egyek legyünk. Ezért kell lépéseket tenni. A többit Isten el fogja intézni. Mit mondott Isten Ádámnak? Ádám, nem jó neked egyedül. Nem jó. Menjél, keresél magadnak egy feleséget. Ezt mondta Ádámnak Isten. A legtöbb hívő is ma ezt csinálja. Megyek, keresek magamnak egy feleséget. Azt mondja Isten, el ne menj. Majd én szerzek neked. Azt mondja Isten, tartsd meg a feleségedet. A hívők mennek feleség után, azt mondja, amikor megvan a feleség, akkor meg elhanyagolják. Fordítva rakjuk össze a dolgokat, a misszióval ugyanígy van. Isten szaporította a gyülekezeteket napról napra új megtérőkkel. Isten csinálta ezt. Mi csináltak a hívők? Misszióztak? Nem. Együtt úrvacsoráztak minden nap. Együtt imádkoztak minden nap. Hallgatták az apostolokat minden nap. Közösségben voltak minden nap. Odaadtak egymásnak a pénzüket. Egységre törekedtek. És Isten pedig tudott rajtuk keresztül dolgozni. A misszió kulcsa, az egység, ez a kegyességnek az ereje. Azt mondja Máté 24:14-ben az Úr Jézus, az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek, akkor jön el a vég. Másik helyen azt mondja az Úr Jézus, avagy talál-e hitet az ember fia a földön, amikor visszajön. Ez az egyik jézusi kijelentés. A másik jézusi kijelentés, az egész világra elhat az evangélium. Olyan kevés hívő lesz az utolsó időkben, a kegyesség látszata, a álhívők meg fognak sokasodni, világvallás lesz. Renget, sok milliárd ember lesz ennek a világvallásnak a követője. Az igazi hívőket nagyítóval kell majd keresni. De olyan hangos lesz a hangjuk, testvérek, mint a só az ételben. Az a kevés hívő az egész világot be fogja evangelizálni. Olyannyira, hogy amikor jön vissza az Úr Jézus, az emberek nem azt mondják, hogy hát mi ez a földrengés, meg ez a sötétség, mi van már a természetnek, elment az esze? Megint valami katasztrófa közeleg? Nem ezt mondják az emberek, azt mondják, most jön vissza Jézus. Essetek ránk kövek a báránynak a haragja elől. Fogják tudni, hogy Jézus visszajön. Honnan tudják a hitetlenek? Vagy az álhívők, hogy Jézus jön vissza? Onnan, hogy mi megmondtuk nekik. Tőlünk lesz hangos a YouTube, meg a média, az utcák, mert bizonyságot teszünk az egységünknek az erejéből fakadó, a Szent Szellem által munkált egységünkből fakadó erővel teszünk bizonyságot. Kicsi a bors, de erős. Na, ilyenek lesznek a hívők. Vannak még itt hívők, keresi majd őket az Úr. Találok én még itt? Uram, itt vagyunk, mondják a szekhalmiak. Itt vagyunk, Uram, és bizonyságot teszünk rólad. És szeretünk, és egyek vagyunk, és kitartottunk melletted, és mentünk fel a meredeken, és semmi nem rettentett el minket. Ha jött az ördög, legyőztük a te nevedbe, és megtapottuk. Lehet, hogy szegények lettünk, meg megfogyatkoztunk, de mindvégig kitartottunk, ezért fogunk üdvözülni. Megragadtuk a minket megragadó kegyelmet. Ez az elevenrendelés. Ragadd meg a téged megragadó kegyelmet. Akkor minden oké. Ha együtt fogjátok Istennel egymásnak a kezét. Hadd fejezem be azzal, hogy mindez személyes kijelentéssel kezdődik. A keresztény vallás az egyetlen, amit nem lehet oktatni. Nincs olyan, hogy hitoktatás. A hitet nem lehet oktatni. Bibliát lehet oktatni. Egyház történelmet lehet oktatni. Hitet azt nem lehet. János 6:45-ben azt mondja az Úr Jézus, megvan írva a prófétáknál, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek.
Valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jő. Az atya vonza oda Jézushoz az embereket. Nem a lelkipásztor, nem a vasárnapiskolai tanító, nem lehet. Akik gyerekeket neveltünk, meg nevelünk, nagyon jól tudjuk, hogy szeretnénk mi a hívő lenne az összes gyerekünk. De ez nem így működik, hogy megtanítjuk őket. Ez személyes kijelentésen alapul. Máté 16:17-ben mondja az Úr Jézus Simonnak, Péternek. Felelvén Jézus mondané ki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Ez a hívő élet. Isten kijelentette nekem Krisztust. És Pál apostol pontosan ezt fogalmazza meg a Galata levél első fejezetében, 15-16. Versekben. Mikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem. Nagyon-nagyon fontos igevers. Isten kijelentette az ő fiát én bennem. Testvérek, tudjátok, hogy kezdődött a hívő életem? Hogy nagyon szerettem a természetet. A daráspókokat, meg a jégmadarat, és azt mondtam, e mögött kell lenni valakinek. Én nem akartam hívő lenni, de egy nap Isten kijelentett az ő fiát nekem. Így lettem hívő. Nem az apám tett hívővé, nem a lelkipásztorom tett hívővé, nem ember, nem angyal, hanem az Isten szent szelleme tett hívővé, amikor nekem kijelentette Jézust. Ezzel kezdődik minden, mindig. Csak Isten tud megtanítani Jézusra. Emberek nem tudnak megtanítani Jézusra. Azt mondja Pál itt, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Isten beszélt nekem, Isten jelentette ki az ő fiát. Aztán személyes kijelentéssel folytatódik ez a előre haladása Isten népének. Azzal kezdődött, hogy Isten kijelentette az ő fiát nekem, és azzal folytatódott, hogy Isten újabb és újabb és újabb kijelentéseket ad, de már ki is javítom magamat, mert pontosan ez az, amit mi nagyon sokszor szeretnénk, hogy mi mindig valami újat tanuljunk. Valami újat tudjunk meg. Mi ilyen újságokat akarunk lesni. Testvérek, Isten nagyon sokszor nem újat hoz, hanem frisset. Mindig frisset hoz. Lehet, hogy amit a mai igehirdetésben elmondtam, akár a sógorom példáját, vagy más, elmondtam már 10-szer. De lehet, hogy valakinek az most nagyon friss üzenet volt. Hallotta már 10-szer, de most kellett neki hallja. Isten így cselekszik. Mannát ad, és valaki azt mondja, ma megint mannát kell enni. Nincs az étlapon más. Hát Andris tudja a legjobban, hogy a világ legjobb éttermeiben, ahol a legjobb séfek vannak, és a legdrágább kaják vannak, ott nem az van, hogy leülsz, és akkor azt mondod, hogy hát én most tengergyümölcsét akarok enni, én meg gundelpalacsintát. Nem te választasz. Ő választ. Hát nem tud olyan színvonalon előállítani annyiféle kaját. Azt az egyet fogod kapni. Mindenki azt teszi aznap. Az most a fogás. De az úgy van elkészítve. Isten minden nap úgy készítette el a mandát. Az mennyei kenyér volt a javából. Olyat azóta se vett senki, meg az előtt se. És Isten neked frissé teszi a keresztet. A megtérésedet, hogy azt mondod, Uram, én átgondolom, mindig újjong a szívem. Mikor megtértem is, meg most századjára, ezredjére is újjong a szívem. Frissé teszi a te szellemed a Galata levelet is. Hát nem tudom megint megunni a Bibliát. Nem lehet megunni. Újból és újból mindig, nem újat is kapok, de mindig frissen kapom. A régit is frissen. Így folytatódik Isten szellemének a munkája. Elkezdődik egy személyes kijelentéssel, folytatódik személyes kijelentéssel, személyes kijelentés alapján épül össze. Erdélyi ébredésben mondták a testvérek, hogy testvér, egyet érzek veled. Egyet érzek azzal. Olyan felment a szószékre, elkezdett prédikálni, nem ismertem, nem hallottam, de egy percen belül egyet éreztem vele. Nem egyet értettem, egyet éreztem vele. Kapja a személyes kijelentést Afrikába valaki, meg Amerikába valaki, meg Ázsiába valaki,
az interneten vagy egy konferencián találkoztok, és azt mondod, hát ugyanaz a szellem, ami bennem van. Testvér. Személyes kijelentés alapján is érik össze. Kezdődik, folytatódik, épül össze, és személyes kijelentés alapján épül fel. Az Úr Jézusra rászállt a Szent Szellem galamb formájában, és utána elkezdte mondani azokat az igéket, amiket összegyűjtött frissen, erőteljesen, és az apostolok hallgatták, Isten szellemétől indítva leírták, és mikor olvasod, Isten szellemétől ihletve, kiveszed azt, amit Jézus beletett, ugyanaz a szellem ihleti. És ami beléd ment, elmondod a szomszédodnak, és annak Isten kezdi nyitogatni a szívét. A Szent Szellem munkája Krisztusban, a Biblia íróiban, a Biblia olvasójában, a bizonyságtevőben, a bizonyságod hallgatókban épül az egész fel. Isten szellemének a személyes kijelentése által. Kezdődik, folytatódik, összeépül és felépül. Azt akarja az Úr, hogy ennek a munkának legyünk a munkatársai. Álljunk bele a munkába. Ha egy kicsi dologgal tudok hozzájárulni, egy 1000 forinttal, egy fűnyírással, egy imádsággal, egy ének eljátszásával, egy bizonyságtétellel, egy prédikációval. Járuljak hozzá azzal. Beépül, testvérek, maradandóvá lesz. Ha Isten szellemétől van. Ha nem Isten szellemétől van, akkor meg semmivé lesz. Hát Isten tegye maradandóvá a mi kezeink munkáját. Amen. Amen.